mutatnál, és nincs időd megállni, megtankolni az autót. Авраам Линкольн говорил, что если вам нужно срубить дерево за 6 часов, если мне нужно срубить дерево за 6 часов, я 4 часа потрачу на то, чтобы заточить топор. És Abraham Lincoln volt az, aki azt mondta, hogy ha az lesz a feladatom, hogy 6 óra alatt levágjak, lefűrészeljek, vagy levágjak, kivágjak egy fát, akkor 6 órából 4 órát azzal leszek elfoglalva, hogy élezzem a fejszémet. Если у вас есть мечты, цели, это дерево большое. Так, хотя амаи цели вонак, а грудь кипзадел, вот это за ноги, фа. И тупой топор. Если тупо, фейсера, тупо болтава. Вы можете всю жизнь стучать по этому дереву. Эгейс илетед бен, илетед эста фокоже. И так его и не срубить. Иш, веге нам фортуни кивадни эста матва. Если вы продолжаете делать те же действия и рассчитываете на другой результат, то это глупо, этого не произойдет. Необходимо заточить топор, необходимо добавить в свою жизнь. То, что поможет вам реализовать свои цели и мечты. És ennek a fejszének az éle segíteni fog megvalósítani az álmodat, megelérni a célodat. И не важно, кто вы, предприниматель или три работы у вас. Nem számít, hogy ki vagy, vállalkozó vagy, három munkahelyen alkalmazott vagy. И не важно, есть у вас время или нет. Nem számít, hogy van időd vagy nincs időd. Если вы понимаете, зачем, вы всегда его найдете. De ha világosan érteni fogod a miértjét, akkor megtalálod rá az időt. Фархад не знал бизнес-плана, когда предлагал мне бизнес. Фархад annak idején, amikor felajánlott ezt az üzletet, ő nem tudta. Он сам только начинал. Ugyanis ő is kezdő volt abban az időben. Но он мне сказал, у тебя же такие были мечты и цели, ты что, про них забыла? De mondott nekem egy mondatot, hogy figyelj, olyan álmaid, olyan céljaid voltak, mi történt? Megfeledkeztél róluk? Мы будем зарабатывать с тобой уже через полгода 5000 долларов. Azt mondta nekem, hogy fél év múlva 5000 dollárt fogunk keresni havonta. Мы будем через несколько месяцев на Гоа. Néhány hónap múlva Гоан leszünk. Пить коктейли. Inni a koktélokat a tengerpartján. Он мне нарисовал эти красивые картинки. Megmutatta, hogy felfestette nekem a vízióját. Он начал разжигать во мне этот огонь. És elkezdte újra, újra éleszteni a lángot. И я вспомнила. Eszembe jutott. Я открыла эту дверь. Eszembe jutott az ajtó, újból kinyitottam az ajtót. И, конечно же, я нашла время. És természetesen tudtam időt keríteni. Конечно же, я параллельно с тем, что у меня грудной ребенок, три работы, я впихнула в свою жизнь бизнес forever. És mindamellett, hogy három munkahelyen voltam alkalmazott, pici babát neveltem egymagamba, találtam időt, hogy a forever beilleszessem az életembe. Первый месяц работы я заработала 900 долларов, стала супервайзером. Az első hónapban 900 dollárt kerestem, és elértem a supervisory szintet. Далее было 2000 долларов. Utána 2000 доллар. Потом 2500. Utána 2500 доллар. Через 4 месяца я стала менеджером и зарабатывала около 3000 долларов в месяц. Négy hónap múlva menedzser lettem, és körülbelül 3000 dollárt kerestem havonta. Перед тем, как стартануть в бизнесе, я спросила Фархада, что там за продукт. És mielőtt elindultam volna a vállalkozásba, megkérdeztem Fárkátot, hogy és milyen termékről beszélünk egyáltalán. Fárkát сказал, пока не знаю, будем изучать. Fárkát azt mondta, nem tudom, meg kell tanulmányoznunk a terméket. И я сказала, что я начну бизнес только тогда, когда пойму, что это за продукт. Az volt a válaszom, hogy figyelj, akkor kezdem el az üzletet, amikor megértem, hogy milyen termékről beszélünk. Мне не пришлось долго тестировать. Elmondom őszintén, nem kellett sokáig tesztelnem a terméket. Я получила результат, который не ожидала, как врач вообще получить. Egy olyan eredményt kaptam, amelyre orvosként nem számítottam. Я врач, скептик, верила только в традиционную медицину, операции, лекарственные препараты. Szkeptikus orvos létemre, én csak a hagyományos
orvostudománynak a dolgaiba hittem, tabletta, műtét, etc. Ели за алоэ вера был для меня как обычный фреш из морковки или яблока. És az алоэ гел arra úgy tekintettem, mint egy sima sárgarép a frissen facsart juice-ra. Но у меня было заболевание желудочно-кишечного тракта, которое требовало операции. De az emésztési rendszerem problémák voltak, és műtéti beavatkozást igényelt a diagnózis. Я отказывалась и больше 15 лет принимала лекарственные препараты. Nem mertem belevágni a műtétbe, és körülbelül 15 éve keresztül a hagyományos gyógyszerekkel töltöm magam. Две недели понадобилось гель алоэ вера, чтобы я отказалась на всю жизнь от этих лекарств. 2 hétbe tellett, még az алоэ гель рендеserte az emésztési rendszeremet. Через 2 недели я позвонила Фаркаду и сказала, что я буду заниматься этим бизнесом. Ты не представляешь, что это за продукт. Мы выстроим огромный бизнес. Kérdés volna feljöttem Farhadot, és elmondtam, fogom építeni az üzletet. Farhad, el se tudod képzelni, hogy milyen termékkel dolgozunk, és ennek a terméknek köszönhetően óriási hálózatot fogunk felépíteni. Сразу хочу сказать, что я не развиваю бизнес как врач. Egyből ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy az üzletet nem orvosként építem. Я строю бизнес как все по системе Аттилы Гидафалви. Úgy építem az üzletet, ahogy a Gidafalvi Attila szisztéma ezt előírja. Если бы я развивала бизнес как врач, меня могли бы скопировать только врачи. И это был бы не бизнес, а предпринимательство. Azért, mert ha orvosként építettem volna, építeném a vállalkozást, akkor csak az orvosoknak lenne esélye lemásolni azt, amit csinálok. Így viszont ez egy hagyományos vállalkozásba menne át. Рассказываю историю дальше. Na, ну, folytatnám a történetemet. Дальше был рост. Volt egy lendület. Потом был кризис. Talán jött egy válság. Бизнес волнообразный, это нормально. És akkor, amikor az üzleted hullámszerűen épül, ez egy normális dolog. Были ли трудности и проблемы? Azt kérdezed, hogy voltak-e nehézségeim, meg problémáim? Мне сложно об этом судить. Nehezen tudom megítélni, hogy mi volt a probléma és mi nem. Потому что для меня любой вызов служит для того, чтобы его пройти и выйти на новый уровень. Mert számomra minden egyes kihívás arra szolgál, hogy megoldjam a kihívást és egy újabb szintre tudjak lépni. Проблема для того, чтобы ее просто решить. A probléma számomra azért létezik, hogy megoldjam a problémát. Мы все пережили падение валюты, да? Mindjárt átértünk a valuta krízist, a valuta szakadást, a valuta zuhanását. В нашем регионе было намного более интересных моментов. A régiónkban, ahonnan jöttem, sokkal több érdekes momentum történt. Возможно, это вам тоже близко. És elképzelhető, hogy tudjátok azt, hogy miről beszélek. Наши спонсоры с Фархадом. Спонсораинг Фархаддал együtt. Ушли из компании и поменяли уже кучу супер-мега-крутых проектов. Itt hagyták, ott hagyták a Forever céget, és azóta már rengeteg más komoly projektben vettek részt. Я очень благодарна Фархаду за его надежность, потому что я знаю, что и через 3, и через 5, и через 10 лет он будет forever. И никогда не посмотрит ни влево, ни вправо. Фархаддал azért, hogy kőkeményen tartja magát a döntéséhez, és egy kettős ára sötse 10 év múlva nem fog nézni jobbra balra, csak a foreverben fog tevékenykedni. Однажды мы проснулись, а у нас не работают все банки. Egy szép napon felébredtünk, és a bankrendszerünk megszűnődött. А у нас выполняет уровень менеджера 3 человека. És abban az időben 3 ember menedzser kvalifikációban volt. A это середина месяца и половина баллов уже прошли. Ez volt a hónap fele, és a pontértékek felét már gyakorlatilag minősítették. A потом у нас просто выключили свет на 2 месяца. Utána lekapcsolták a villanyt 2 hónapra, áramot. И раз в день включали на несколько, на 1-2 часа. És naponta 1-2 órára kapcsolták vissza az áramot. Это трудность? Hogy gondoljátok, ez nehézség, ez probléma, hogy látjátok? Поверьте, какие у нас прекрасные проходили маркетинги при свечах? Hittétek el,
olyan gyönyörű szép gyertyakönyves marketinget tartottunk, hogy... Они обладали особым шармом и были эффективны. És egy különleges szám a feelingen rendelkeztek ezek a gyertyafényes marketingeges nagyon hatékonyak voltak. A potom мы проснулись, а у нас не работает мобильный оператор. Másnap, vagy egy következő alkalommal felébredtünk, és az összes mobil szolgáltató megszűntette a létezését. Что такое для сетевика потерять все контакты? Hogy gondoljátok, mit jelent egy hálózatépítőnek, amikor nem tudja használni a kontaktjait, meg a mobil hálózatot? Мы приходили в офис и писали на доске свои телефоны, чтобы найти хотя бы своих спонсоров и партнеров. És a kis irodánkban, amikor jöttünk, akkor egy táblára mindenki írt a belfele telefonszámát, hogy valahogyan el tudjuk venni a kapcsolatot. Новые телефоны. Új telefon. Это тоже не было трудностью. Да, это сам самый потенциал. Потому что люди начали выкладывать в соцсети все свои новые телефоны. Mert az emberek a social médiában elkezdték kirakni az új telefonszámot. И можно было писать. És и предлагать бизнес. Lehetett írni, lehetett ajánlani az üzletet újból. И поверьте, каждый из этих вызовов выводил нас на новый уровень. És higgyétek el, hogy ezen kihívások mindegyike egy következő újabb és újabb szinten segített minket hozzá. Когда 3-4-5 посольств тебе отказывают в визе. Amikor 3-4-5 követség elutasítja a vízumkérelmet. Я благодарна менеджерам, которые прошли все эти вызовы. Én hálás vagyok azoknak a menedzsereknek, akik helyt tudtak állni, amikor voltak ezek a kihívások. Я благодарна Елене Бойко и Денису Каримову. Бойко Еленának és Денис Каримовнak hálás vagyok. Которые в тот момент были маленькими супервайзерами. Hálás vagyok azért, mert abban az időben, amikor ők még pici szupervájzorok. Но они поверили, что эти трудности мы пройдем. Ők elhitték azt, hogy túl fogjuk tenni magunkat a nehézségeken. Лена плакала, но мы ездили на все семинары. Лена, Елена sírt, de minden egyes szemináriumra utaztunk és mentünk. Я благодарна Алине Чмелюк. Hálás vagyok Алине Чмелюкнak. Которая была одним из тех менеджеров, когда закрылись банки. Aki egyike volt annak a három menedzsernek, kvalifikációban lévő menedzsernek, amikor прошли... a bankok megszüntették a létezést. И мы прошли этот вызов, и она тоже со своей командой в этом зале. És túlmentünk a kihíváson, és ma itt van a csapatával ebben a területen. Мы платили цену за успех и будем платить его дальше. Tehát fizettük az árát, a sikernek az árát, és továbbra is hajlandóak vagyunk megfizetni a siker árát. Любой успех имеет свою цену. Minden bármelyik sikerről beszélünk, bármelyik sikernek megvan a maga ára. Я убеждена, что мы все это прошли только благодаря семинарам. És meg vagyok róla győződve, hogy csak a szemináriumnak köszönhetően tudtuk átvészelni, túlhaladni ezeket a kihívásokat. Наш спонсор Сергей Савлович. Сергей Савлович, aki egy a спонсорunk. Сказал, что нужно не пропускать ни одного семинара. Elmondta nekünk, hogy egyetlen egy szemináriumot nem hagyhattok ki. И никогда не сдаваться. És soha ne adjuk fel. И вы будете успешны в этом бизнесе. És ebben az esetben sikeresek tudtok lenni, de vállalkozunk. И я сейчас транслирую его рекомендацию для каждого из вас. Hogy gyakorlatilag közvetíteni szeretném az ő javaslatait mindnyájatok felé. Это то, о чем говорит наш ментор Атила Гидофалви. Ez az, amiről mentorunk, Гидофалви Атила szokott beszélni. Примите решение, перестаньте мучиться. Hozzátok meg a döntést, adjátok abba a szenvedést. Ездите на все семинары, независимо от времени года, обстоятельств. A körülmények, az évszaktól függetlenül látogassátok, vegyetek részt minden szeminárium. Обстоятельства будут всегда. Körülmények azok mindig jelen lesz. Это ваша проверка, насколько вы готовы платить цену за успех. Ez fog téged tesztelni, hogy mekkora árat vagy hajlandó megfizetni a sikerét. И не рассказывайте, что я знаю, что я поеду, я не куплю билет сейчас и так далее, я куплю потом. Nem magyarázd meg a bizonyítványodat, hogy persze, menni fogok, de most nem fogom megvenni a kedvezményességet, majd megveszem a jegyet még, van rá idő. Либо сейчас, либо по приезду в первую неделю. Tehát, vagy most veszed meg a jegyet, vagy a hazaérkezésed
Поверьте, это имеет значение. Это как штамп в паспорте. Higgyétek el, ennek jelentősége van, ez mint egy nagyon komoly bélyegző. Гражданский брак, либо официальный. Одно и то же вроде. Személyigazolványodban szerepel, hogy hivatalosan házas vagy, vagy csak polgári házasság. Но что-то меняет этот штамп в паспорте. De valamit megváltoztat ez a stempli, amit a paszportokba beraknak. У меня вот сколько штампов. Nézzétek meg, hogy mennyire lebiztosítottam magam. Три с половиной года мы развивали бизнес без интернета. А потом начали осваивать онлайн-методики. Я благодарю Атилу и Котику за то, что на викенд-семинары и Go Diamond они пригласили Виктора Эдета, который обучал Фейсбуку. Аршада Мида, который обучал Инстаграму. Аршада Мид, который az Instagram használатот пробата танитани некюн. Рольф Кип перевернул нашу вселенную, рассказав о видеовизитках когда-то. Рольф Кип teljesen felforgatta körülöttük az univerzumot, amikor elmondta a videó névjegykártyáknak a jelentőségét. Мы все слышали одну информацию. Mindnyájan egy információt hallottunk. Просто мы начали ее регулярно применять. Csak ugye mi rendszeresen elkezdtük használni ezt az infót. За полтора года все мои новые партнеры через соцсети. Az elmúlt másfél év múlva az összes új üzlettársam a social médián keresztül jöttek be. Я развиваю бизнес как офлайн, так и онлайн. De ugyanúgy a hagyományos üzletépítési módszerek szerint is építem az üzletet. Если человек из твоего города, естественно, мы работаем в дальнейшем офлайн. Tehát, hogyha egy városban élsz a jelölteddel, akkor természetesen, hogy offline dolgozunk. Но для меня не существует барьера провести презентацию бизнеса, продукции и даже класс красоты по скайпу. De semmi akadálya annak, hogy egy marketing tervbemutatót, vagy egy terméktréninget, vagy másodi üzlettevékenységet Skype segítségével tudjak lebonyolítani. Мои партнеры в Татарстане, в Челябинске и других городах и странах. Partnereim Татарстанban, Челябинскban és más egyéb országokban. Приглашают людей к себе домой, либо в арендованные офисы. Meghívják magukhoz, vagy egy kis irodájukban meghívják a jelölteket. Меня выводят на экран. Engem kivetítenek a monitorra. И я провожу такую же презентацию, как офлайн. És gyakorlatilag egy ugyanolyan marketing bemutatót tartok, mint egy offline. И это может быть даже класс красоты, и они в это время наносят все себе на лицо. Akár egy kozmetikai bemutatót, és az online bemutató közben ők a helyükön használják a kozmetikumokat, és ugyanúgy. Не ищите трудности. Ne keressétek a nehézségeket. Бизнес можно развивать по-разному. Надо просто действовать. A vállalkozás különböző módon lehet építeni, de cselekedjél, tegyél. Мне очень близка была вчера история Патриции. Nagyon közel állt hozzám tegnap este a Patriciának a története. Потому что Business Forever мне дал очень многое. Более 35 путешествий за границу за эти 5 лет. Mert a Forever vállalkozás sokkal többet adott nekem, tehát kb. 35 utazásban vettem részt külföldön, világ különböző részein. Я побывала на разных континентах и в разных странах. Lehetőségem volt kontinenseken utazni, és más-más új országokat. Мексика, Южная Африка, Мексико, Дел-Африка, Испания, Арабские Эмираты, Италия. Только в этом году Египет, Израиль, Венгрия. Будет Словения, будет Амстердам, Голландия, будет США. Amerika Egyesült Államok, csak ebben az évben. No, моя семья меня не поддерживает. De képzeljétek el a családom meg. Я не до сих пор считаю, что я в какой-то секте. És mai napig azt hiszik, hogy én egy szektának a tagja vagyok. И это тоже можно перевернуть в позитив. És ezt a felállást ugyancsak a saját pozitívumodra tudod
megfordítani. Вчера Михаил Страховец говорил гениальные вещи. Tegnap Michael Strahovitz zseniális dolgokat mondott. Мне очень хочется, чтобы вы не просто их услышали, а начали это применять. És nagyon-nagyon szeretném, hogy ne csak hallgassuk, hanem kezdjük el használni, hasznosítani a mondottakat. Вы сейчас все окрепли на семинаре, получили огонь. Srácok, most megerősítettek ezen a szemináriumon, fel lett tüzelve a lelketek. Не расстраивайте его по дороге. Srácok, hazafele után, a hazafele menet, ne pocsékoljátok el, ne őrizzétek meg ezt a tuningot. Негативными разговорами, мышлением негативным, ссорами. Őrizzétek meg a pozitívumot, és küszöböljétek ki a negatív beszélgetéseket, veszekedéseket. Вы будете ехать рядом с людьми. Utazni fogtok hazafele, és emberek lesznek körülöttetek. Все мы разные. Különböző emberek vagyunk. Многие устали. Többen belefáradtak, elfáradtak ezen a szemináriumban. Но давайте будем толерантными друг к другу. Ne, srácok, toleráljuk egymást. Давайте полюбим себя, а значит и окружающих людей. Szeressük meg elsősorban magunkat, és utána szeretni tudjuk majd a környezetünket. Давайте уважительно относиться не только к своим бизнес-партнерам, но и всем окружающим людям. És ne csak az üzlettársaidat becsüld meg, hanem az összes téged környező emberedet is becsüld. Давайте будем толерантными, независимо от веры, политических взглядов. Legyünk toleránsok, attól függetlenül, hogy miben hiszünk, milyen hitünk van, politikai nézetektől függetlenül. Возраста, пола, как мы выглядим. Кортól, nemtől, kinézetünktől függetlenül, tehát legyünk, maradjunk toleráns. Давайте защитим свой мозг от негатива. Őrizzük meg az elménket, vagy védjük meg az elménket a negatívumoktól. Дома вас ждут обстоятельства. Természetesen otthon várnak rá a körülmények. Возможно, семья, которая не поддерживает. Elképzelhető, hogy otthon vár a család, amely nem támogat téged. Вас могут закрутить бытовые вопросы. Elképzelhető, hogy a magánéleti jellegű kérdések forgatagában elvész a pozitívumot. Но я вас прошу, сохраните этот огонь. Nagyon kérlek ezt a tüzet, ezt a lángot, ezt őrizzétek meg. Защитите его. Védjétek, óvjátok ezt a lángot. И начните действовать. És kezdjetek el cselekedni. Вы извините за нецензурное слово, elnézést a csúnya szóért, amit most mondani которое я скажу со сцены. Amit mondani fogok a színpadon, elnézést kérek. Но мы это называем, нужно просто начать фигачить. Я знаю, перевод сложный. Egyszerűen, kezdjetek el nyomulni, melózni, nyomulni. Оно отражает просто то, что нужно начать делать. Tehát a nyomulás szónak az értelmét tükrözi azoknak a cselekedeteknek a sorozatát, amelyeket meg kell tenni. Живите со страстью. Éljetek szenvedélyesen. Живите со смыслом. Éljetek tartalmasan, tartalommal. Жизнь не имеет смысла, если вы не улучшаете чьей-то жизни. Az életnek semmi értelme, hogyha nem tudsz pluszt vinni más emberek életébe. Business forever наполнен глубоким смыслом. A forever vállalkozás, forever cég egy nagyon mély tartalommal van terítve. И самое главное, будьте благодарными за все, что вы имеете. Legfontosabb, hogy legyetek hálásak mindazért, amitek van. Будьте благодарны своим спонсорам. Legyetek hálásak спонсораитам. Они не ваша жилетка, они не ваш гид, они тот человек, который вас показал этот бизнес и привез вас сюда. Спонсорот nem a te idegenvezető, nem a te mellényed, ő egyenlőre csak az az ember, aki elhozott téged. Они уже сделали для вас все, что могли. A спонсораитам mindent megtettek, értetek. Теперь ваша задача взять штурвал своей жизни в свои руки. Rajtad a sor, hogy fogd meg a kormányt. Действуйте. Cselekedjetek. И никогда не сдавайте. És soha ne adjátok fel. Я благодарна и люблю свою команду. Hálás vagyok a csapatomnak, szeretem a csapatomat. Я благодарна всем своим спонсорам. Hálás vagyok a szponzoraimnak. Farhad.
Сергей Савлович номер один Украины. Сергей Савлович номер один Украина. Аттила и Каталин Гидафалви, самые быстрые бриллиантовые менеджеры. Világ leggyorsabb gémen menedzserei. Miklas Berkics, Szabó Józsa. Berkics Miklas, Szabó Józsi. Rolf Kipp номер один мира. Rolf Kipp номер один мира. Повезло, называется. Óriási szerencsénk van a szponzorvonallal. Благодарю всех вас. Köszönöm nektek. Не сдавайтесь. És ne adjátok fel.